Lelőtt öt embert, köztük egy 8 éves fiút, egy férfi Texasban, a rendőrség nagy erőkkel keresi, vasárnap reggel még tartott a hajtóvadászat. A szomszédaira nyitott tüzet Cleveland külvárosában, miután arra kérték, hogy ne lövöldözzön az udvarán. Két csecsemő túlélte a támadást, két nő holteste alatt találtak rájuk a rendőrök. Szintén Texasban pár nappal ezelőtt tínédzserek partiján sebesített meg kilenc embert egy lövöldöző. Alabamában négyen haltak meg így egy 16. születésnapi partin két hete. Az Egyesült Államokban egymást érik az álmokfutók gyilkos akciói az utóbbi hónapokban. Több állam is szigorított a fegyvertartás szabályain, de szövetségi szinten ez nem megy át. A fegyvertartás szabadsága ugyanis sarkalatos alkotmányos jog az amerikaiak többsége számára.